Az ikerlengszerelem egy beavató ösvény, és az ikerleng energia azt a célt szolgálja, hogy a tudatszint emelkedés történhessen az egyénben. Nagyon sok privát üzenetet kapok, hogy hogyan is értem én azokat a videóimat, amikor arról beszélek, hogy az ikerleng energia abban segít és támogat téged, hogy a tudatszinted emelkedni tudjon. Ehhez nagyon sok tanítás tartozik hozzá, ez egy nagyon komplex dolog, de abból szeretnék kiindulni, hogy a vörös energia, a vörös színsugár az egy ébresztő energia. Hogyha belegondoltok, minden olyan témakör, ami miatt valaki elindul a spirituális ébredés hígyen, teszem azt a szerelem párkapcsolat, ez egy vörös témakör. Egészségügyi állapot, ez egy vörös gyökércsakrás témakör. Pénzügyi, anyagi helyzet, nehézségek, kihívások, szintén egy vörös gyökércsakrás témakör. Mind a három olyan témakör, ami miatt jellemzően valaki elindul a spirituális ébredés hígyán, ösvényén, mind a három egy vörös csakrás témakör. Tehát alulról indul az építkezés, alulról történik az a fajta emelkedés, mint tudatszint emelkedés, és ugye megyünk majd csakráról csakrára egyre feljebb. A szerelem is egy ilyen beavató energia, egy beavató ösvény, egy óriási nagy erő, és az a kérdés, hogy ezt az erőt mennyire tudjuk uralni. Az ikerleng energiával, amikor valaki találkozik, jellemzően az első megérés, és ez velem is így volt, amikor én 2010-11-ben találkoztam ezzel az energiával, az első megérés az az, hogy hú, de jó, mikor leszünk akkor együtt, ő számomra a tökéletes párkapcsolat, minden úgy lesz, ahogy én akarom, hiszen őt az égiek nekem teremtették, ő az, aki tökéletesen illeszkedik hozzám, és minden elvárásomat a szerelemmel kapcsolatosan teljesíti, hiszen ő olyan, mint én. Rá kellett ébrednem nekem is, és nagyon sokaknak, akik ezt az utat járják, hogy bizony ez nem így van, mert ő egyrészről nem olyan, mint én, és itt mindenki a saját én tudatát, hogyha behelyettesíti, tehát a lélekpárunk nem olyan, mint mi, hanem egy lélekből, egy tőről fakadunk. Ez azt jelenti, hogy a lélek az önmagában semleges, egy yin és yang polaritás, mint a Tao szimbólum, ugye a kör, aminek a yin-yang jelet mindenki ismeri, tehát megvan a yin-yang két minősége, és ez az egy lélek, amikor inkarnálódik, hol a női minőség ölt alakot és formát, hol a férfi minőség ölt alakot és formát. Amikor ikerleng energiáról beszélünk, ebben az a különleges, hogy egy és ugyanazon térben a kettő egyszerre ölt alakot és formát. Ez egy nagyon kivételes lehetőség, mindenképpen dimenzióváltáshoz, tudatváltáshoz kapcsolódik, és ezért is mondhatjuk azt, hogy ha te beérzékeled ezt az erőteret, most ezt tegyük egy kicsit félre, hogy valójában ő-e az vagy sem, de beérzékeled ezt az erőteret, valamiért téged ezt foglalkoztatni kezd, hogyha ez tényleg az, akkor neked egy spirituális ébredés fog elindulni. Az elsődleges, ami majd neked ebben ki fog bontakozni, az az, hogy hogyan tudod a tudatszintedet emelni. Szóval amikor az egónak azokon a játszmáin és azokon a körein túl vagyunk, hogy mikor leszünk már együtt, akkor meglátjuk, hogy ez egy nagyon szép lélekébredési folyamat. És ehhez azt is szeretném hozzátenni, hogy miért szükséges a tudatszint emelkedés. Azért, mert amit olvasunk az ikerleng kapcsolódásról, hogy ez egy milyen csodálatosan szép szerelmi energia tud lenni, ez tényleg így is van, de ez akkor tud megtörténni, hogyha a nő és a férfi minőség is a karmikus köreiket, a karmikus sérüléseket kiégetik magukból, tehát ők maguk is, a nő és a férfi minőség is egyre magasabb frekvenciára tud kerülni, hiszen ezt a mennyei szerelmet, ezt a mennyei párkapcsolatot egy magasabb frekvencián lehet megélni. Ezt a magasabb frekvenciát pedig úgy lehet elérni, hogyha önmagunkkal foglalkozunk, karmikus oldásokkal, tisztításokkal, fejlesztjük a tudásunkat a spiritualitásban, önmagunkkal kapcsolatosan, nyilván ez egy önismereti út is, és úgy általában az energetikai megismerés tudatosodásnak az útja is. Ezért is készítem a hanganyagokat,
itt is hallhattok sok mindent a TikTokon. Nyilvánvalóan ez sokkal mélyebb tudás, sokkal összetettebb, több rétegű, és ezért is indítottam el azt az iskolát, ahol segítem és támogatom a tudatosodást, a tudatszintnek az emelkedését, hogy ebből aztán ikerleng egyesülések lesznek, vagy valaki csak önmaga miatt, és a tudatosság fejlesztése miatt, az életfeladata megtalálása miatt kezdi el, ez mindenkinek az egyéni szándéka, hogy mi az, ami miatt elkezdi. Most is indult egy ilyen kurzus, ebben még lehet kapcsolódni, és itt nagyon sok olyan dologról tanulunk, ami segíti és támogatja ezt a tudatszintemelkedést, illetőleg rengeteg olyan meditációs hanganyag készült, Ikerleng témában, egy lélek témában, ahol te a karmikus oldásokkal és karmikus tisztításokkal tudsz foglalkozni, akár női, akár férfi póluson keresztül. A hanganyagokat a Kristályfény Elysium weboldalon, a Lélekuniverzum hanganyagok alatt éritek el, illetőleg, hogyha az iskolába szeretnétek jönni, hogy a tudatszint emelkedjen, akkor a hello@vaktorosolya.hu e-mail címre tudtok nekem e-mailt írni. Az iskola, az alapképzés az most indult el. Egy kurzus 5 alkalomból áll, az első alkalom már lement, de minden egyes alkalomról hanganyag készül, tehát vissza lehet hallgatni, és hogyha valami miatt fizikailag nem tudsz jelen lenni Budapesten, akkor online is be tudsz kapcsolódni, ezzel is segítve és támogatva azt, hogy minél többen érhessék el ezeket a tanfolyamokat, ezeket a képzéseket. Én már több mint 10 éve járom az Ikerleng tudatosodásnak az útját, ezen az úton született 4 regényem, ezen az úton született több mint 100, majdnem 200 hanganyag, meditációs hanganyag, és ezt a rengeteg tudást, tapasztalást és beavatást, amit én itt tanultam, kaptam, amit a könyvek írásán, csatornázásán keresztül kaptam, ezt adom tovább az iskolában. Erről beszélek nyilván nem részletesen, de itt a videókban is, tehát hogyha ezekkel a témákkal kapcsolatosan többet szeretnél tanulni, akkor szeretettel várlak, hello@vaktorosolya.hu e-mail címre tudsz nekem írni.